Jó estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit! A hagyományos és a 3x3-as kosárlabdában is történelmet írtak a magyar lányok Debrecenben. Városunkban rendezték meg augusztusban mindkét korosztályos világbajnokságot, ahol a játékosok mellett a Civis Város is maradandót alkotott. Vendégem Becski István, a tornák szervező bizottságának elnöke. Szervusz Pisti, köszöntelek! Köszönöm szépen a meghívást, szia! Na hát mozgalmas egy hónapon vagyunk túl itt a kosárlabda szempontjából, de hát amit ki lehetett hozni ebből a két rendezvényből, ebből az egy hónapból, azt mindent megtettétek. Két történelmi bronzérem mind az U19-es lányoknál, mint a 3x3-as világbajnokságon, az U18-as lányoknál. Kezdjük az előbbivel, az ugye még az augusztus elején volt, nagyon-nagyon nagy esemény volt, és hát ugye a 3x3 ellenében ezzel kevésbé voltatok még a szervezés részével tisztában. Na és milyen is volt ez? Azt tudjuk ugye, hogy azért rengeteg elvárás volt a FIBA részéről. Igen, hát azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy Magyarország a múltban még nem rendezett utánpótlás világbajnokságot, hiszen azért a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség feladta nekünk a leckét. Elég komoly elvárásrendszert állítottak fel elénk. Azt gondolom, hogy helytálltunk, de azért vérelverejtékkel éltünk néha néhány napot túl, úgyhogy ebbe volt némi fennakadás, de panaszkodni nem akarunk, meg nincs is rá okunk, hiszen ebbe is bele kell rázódnunk, ezt is meg kell tanulni, és azt gondolom, hogy amellett, hogy az U19-es magyar női csapat világbajnoki bronzérmet ért el, ami történelmi siker abból a tekintetben, hogy ugye a 19 éves korosztályban még soha nem volt magyar érem, úgyhogy ezúttal is mondanám, hogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, de ugye szervezési szempontra is visszakanyarodva állított felénk rengeteg feladatot a FIBA. Ugye a koronavírus, sokszor elmondom, hogy a koronavírus helyzetre mennyire tekintettel kell lennünk, és mennyire kell figyelnünk a játékosaink, szakembereink, edzők, a nézők, akárcsak a szállodai személyzet egészségére, testi épségére. Ugye itt rengeteg országból mindenki külön szokáshoz hozzászokva a koronavírus okozta szabályokat máshogy értelmezve próbált alkalmazni ezeket, úgyhogy nem volt egyszerű, de végül is azt gondolom, hogy újra jelesre vizsgázott a szervezőbizottság. És hogyha a sportértékét nézzük, azért feltűnő volt, amikor ott járhattunk, hogy szerencsére főleg a magyar mérkőzéseken azért a hódos az elég gyakran megtelt, és hát a hangulat is kiváló volt, amellett, hogy a színvonal is, ha bár U19-ről van még szó, nem teljesen kiforrott játékosokról, azért egészen magasan volt. Ebben a mezőnyben ez a magyar bronzérem, ez mennyire nagy siker, akár a sportági szakszövetség, akár pedig a magyar kosárlabda szempontjából? Én azt gondolom, hogy szakmai szempontból ez egy óriási siker, hiszen olyan kosárlabda nemzeteket előztünk meg, akik összességében nézni az utánpótlás eredményeket jóval előttünk járnak, és mégis lehet itt esetleg arról beszélni, hogy a könnyebbik ágat fogta ki a magyar csapat, de én azt gondolom, hogy utaság lenne ilyeneket állítani. Rengeteg munkát tettek bele ezek a lányok, ugye a mérkőzések között is a regenerálódásra, a videózásra, mindenben oda tették magukat, és lám-lám meg is lett az eredménye, hiszen egy ilyen mezőnyben a harmadik helyet elérni, az azt gondolom, hogy párját ritkítja. Az eredményeken túl, itt a magyar bronzérmen túl mondtad, hogy rengeteg elvárás volt itt a Nemzetközi Szövetség részéről. Utólag ennek az eseménynek milyen volt a visszacsatolása számotokra? Én azt gondolom, hogy az a legkomolyabb dicséret, amikor maguk a résztvevők mondják el a véleményüket. Ugye a díjátadás után az még ott tartózkodó csapatok vezetői köszönték meg külön a szervezőbizottságnak a munkánkat, valamint ugye Andreas Zaklis, aki a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség főtitkára, ő is csak szuperlatívuszokban beszélt rólunk, és azt gondolom, hogy ez a legjobb visszacsatolás, hiszen hogyha több ország esetlegesen úgy gondolkozna, hogy Debrecen és Magyarország nem megfelelő helyszín, akkor bizonyára tudnának azért tenni, nem gondolom, hogy azért dönteni tudnának róla, de tudnának azért tenni, hogy esetlegesen a jövőben ne Debrecenbe kerüljenek ezek a tornák megrendezésre. Ha egy példát kiemelhetek, az egyiptomi válogatott a török fővárosba vette észre, hogy vízum problémáik vannak, és hívták a szervezőbizottságot, hogy mit évők legyenek.
és azt gondolom, hogy kevés olyan ország, ugye egy csapatmunka volt, hogy tulajdonképpen egy nap alatt minden szabályt betartva, minden résztvevőnek tudtunk vízumot szerezni, hogy be tudjanak utazni. Hát ezt maga a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség is azt mondta, hogy 24 órán belül, hogy ebben közre tudtunk működni. Ugye ez nem is a mi feladatunk elvileg, de hát természetesen nekünk is az a legfontosabb, hogy mindenki időben megérkezzen és tudjon hangolódni a tornára. Úgyhogy, és ilyen példákat azért tudnék még nagyon hosszan sorolni. Úgyhogy bízom abban, hogy jó házigazdának tekintenek minket, és szívesen jönnek majd a következő években is Debrecenben. Hát nem hiába, a magyar ember ugye jéghátán, és ezt is ismerjük, ezt a mondást. Na és akkor kanyarodjunk rá a 3x3-as eseményekre, amelyben azért már rutinos házigazdák vagytok. Idén ugye az U18-as fiú lány VB és a szokásos Debrecen Masters, a World Tour állomás volt itt a főtéren 6 napon keresztül, szintén egy magyar bronzéremmel a lányok mezőnyében. Na hát az mekkora meglepetés volt, hiszen ugye ez is történelmi esemény. Abszolút. Hát ugye szervezési szempontból hiába van az, hogy mi 2015 óta rendezünk 3x3-as eseményeket. Mindig van azért újdonság, mindig van, amihez nekünk is alkalmazkodnunk kell. Nem volt ez másképp idén sem. De azért is szívünknek nagyon kedves esemény volt ez az U18-as VB, mert ugye amikor kezdtük, akkor pontosan egy ilyen eseményt szerveztünk, ugyanúgy U18-as női és férfi világbajnokság volt. Hát a színvonalról talán annyit, hogy a fiúknál a 2015-ös csapatból, a 2015-ös Egyesült Államok férfi csapatából ma hárman már az NBA-be játszanak. Ugye ez pont az a korosztály a nagy kosár nemzeteknél, ahol a válogatottságot nem lehet lemondani, szinte semmilyen ürüggyel, és emiatt a top kategóriás egyetemre aspiráló játékosok vonulnak ilyenkor itt fel, úgyhogy hát amit a női és a férfi amerikai válogatott tud, azt gondolom, hogy próbálunk mi is tanulni belőle, és természetesen a szakemberek által, de azt gondolom, hogy egy ilyen mezőnyben oda tudott térni a magyar válogatott és bronzérmet tudott szerezni, az hasonlóan az U19-es lányokhoz, ez is egy fantasztikus sikerként könyvelhető el. És hát azért nem tudok elmenni amellett, mint személyes rajongója, hogy egy óriási sztárt sikerült ide csábítanatok. Andrei Kirilenko személyben, aki ugye Európa bajnok All-Star játékos volt az NBA-ben több mint 800 mérkőzéssel. Na hát erről mesélj még picit itt nekünk és a nézőknek, hogy hogyan sikerült őt bevonni ide, és hát milyen embert ismertél meg a személyben. Egy lenyűgöző ember, Andrei Kirilenko, talpig úri ember, és ugye arról mindannyian tudunk, hogy egy fantasztikus kosárlabdázó volt, egy fantasztikus sportember, hát sportvezetőként is ilyen. Ugye Los Angelesből érkezett a szombati napon, nagyon-nagyon fáradt volt, és ugye a szombati napon úgymond békén hagytuk, és nem szerveztünk neki programokat, de a vasárnap, a vasárnap folyamán egész nap a rendelkezésünkre állt, által sarat, amikor a rajongók körülállták. Nem láttam olyan embert, aki ha odament bármilyen relikviát aláirattatni, akkor elutasította volna, tényleg mindenkihez volt egy nagyon kedves szava, úgyhogy hasznos tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak a vele való beszélgetés során, hogy szervezi a 3x3-as kosárlabdát Oroszországban. Ugye a keze alatt dolgozik a nő és a férfi felnőtt válogatott. Ugye az olimpián mindkét orosz csapat ezüstérmet szerzett, és utánpótlásban is vannak már azért szép eredményei. Nyilván más a merítési lehetőség, tehát ugye az ország nagysága miatt, de visszakanyarodva magára az emberre, tényleg egy példás sportmúlttal rendelkező, de azt gondolom, hogy egy olyan ember látogatott meg minket, aki sportvezetőként is még nagyra fogja vinni. És akkor néhány szóban zárszóként mi vár ránk itt a folytatásban, hiszen tudjuk, hogy azért nem kell sokat várni a következő ilyen eseményekre. Igen, ugye ami biztos már, hogy 2022 nyarán rendezzük a női U17-es világbajnokságot. A dátummal kapcsolatban még folynak az egyeztetések, és
komoly esély van arra, hogy esetlegesen a 3x3-os eseményeket is tudjuk majd folytatni. Bízom benne, hogy ez szeptember-október környékén eldől, és akkor természetesen elsőként fogjuk tájékoztatni majd a kedves érdeklődőket. Hát nagyon várjuk. Gratulálunk az idei egész ugye nyártól, nyár elejétől kezdődő három világeseményhez, és hát csak így tovább gratulálunk még egyszer, és köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Nagyon szépen köszönöm, és külön köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet, köszönjük a viszontlátásra!